Itt most egy hallatlanul izgalmas légkörben vagyunk, hiszen gyerekek százai fociznak, két nap alatt rengetegen rúgják a bőrt, lelkesek és születnek a gólok, időnként vannak elkeseredett pillanatok is. A szülők éjjeneznek, meg mérgesek, hogyha valami nem jön be. Szóval igazi foci hétvége van itt Csepelen, egy pesterzsébeti és egy csepeli összefogás eredményeként. Igen, hát a vesztesek sírnak, ugye a győztesek nevetnek, szindrómába zajlik a dolog, de igazából itt a fiataloknak, az utánpótlásnak a megmozdítása itt Budapest szinten talán az egyedüli, én azt gondolom legalábbis nem tudunk róla, hogy ilyen nagy megmozdulás lenne. 83 csapat nevezett az idei Oktoberfesztiválra, ezt most már 6. alkalommal szervezi a Puebla focisüli és a Csepgól focisüli, a Csepgól sportcentrumban itt Csepelen. Nagyon-nagyon népszerű lett a mai napig, egyre többen, tehát kezdtük 20 csapattal, 30-al, tavaly 50 csapat volt, most ugye már a 80 csapatot is átléptük. A korosztályok az 12 éves kortól lefele egészen az óvodáskorig, tehát 6 éves korig vannak. Most van a 9 évesek korosztálya, utána jönnek még a még kisebbek, a 8 évesek, illetve a 6 évesek. Ennyit kell tudni röviden a résztvevőkről. Egyébként általában milyen a hangulat? Mert mondjuk azt érzékeljük, hogy jó, itt a szülők lelkesek, időnként még jobban be is gerjednek, mint maguk a játékosok, szóval mi újság ilyenkor? Igen, a szülőknél hál' Istennek még a véráramlat megvan, tehát ők is ugyanúgy utálnak veszíteni, mint ahogy szeretnek a gyerekek, de nagyon-nagyon-nagyon nagy lelkesedés van. Igen, és amiről ugye beszéltünk is, hogy valahogy ez a nagyobb kora egy kicsit eltűnik, beleszürkő, már nem akar focizni a gyerek, nyilván más fontos neki, nem a labdarúgás, meg nem a mozgás szeretete. Igazából itt a két focisuli egy ilyen nagyon-nagyon jó egységes bázist alakít ki, ugye a csepeli részről a Csepgó focisuli, Erzsébet szinten a Puebla focisuli, hogy tömegesen, tehát rengeteg gyerek, hála Istennek, aki szeretne futballozni, akar futballozni, és ugye ezek a tornák meg arra jók, ugye vannak országos szervezésben, Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében bozsik tornák, ez egy kicsit egy fokozatta, vagy kettővel, vagy háromra kicsit komolyabbak. Itt ugye nevezési lehetőségek vannak, aki azt gondolja, hogy meg szeretné mérettetni a csapatát egy ilyen típusú tornán, hogy akkor neveznek, ezért is van az, hogy minél színvonalasabb, ugye itt jöttek Videóton, ugye Fehérvárról jöttek, Győrből, csapatok Pécsről jöttek csapatok, tehát ugye Fradi, ugye ami a Fradi budapesti szinten, úgyhogy Budapesten ez a legnagyobb tornánk. Egyébként ebben a korosztályban milyen általában a hangulat, ugye? Azt lehet érzékelni, hogy a magyar labdarúgás csúcsain, már mint hogy válogatott szinten, meg kicsit lejjebb is állandóak az ilyen-olyan gondok. Itt úgy néz ki, mintha egészséges lenne a hangulat meg az érzület. Mi az igazság? Hát én azt gondolom, hogy az alapvető igazság, hogy a gyermekfutball az mindig is ment, mindig is fog menni, inkább itt a háttér dolgokba kell rendet rakni. Tehát ugye itt igazából mindig ugye, mikor valami nem megy a válogatott szinten, felnőtt szinten, akkor az utánpótlás edzők a rosszak, meg az utánpótlás edzők tehetnek mindenről, mert hogy nem olyan munkát végeznek, hogy mire felnőtt lesz, addigra olyan képzést kapjon. Hát ezen most minden edző dolgozik, meg most nem mondom, hogy ellene vagyok, meg nem mondom, hogy egyetértek vele, de nyilván a gyerekekkel meg kell szeretetni a labdarúgást, és az ugye a legkisebb korosztály, ami jön, onnan kezdődik az óvodásoktól, meg kell szeretetni ezt a hűséget, ezt meg kell tartatni velük, illetve ha valakiből nem lesz futballista, ugye, akkor amatőr szinten szeresse, szurkoljon valamelyik magyar csapatnak, hogy aztán menjenek ki adott csapatnak a mérkőzéseire, tehát ugye a futball közelébe tudja tartani, és ez ugye ezekben a korosztályokban nagyon nagy szerepe van a szülőnek, mert a szülő nem hozza a gyereket edzésre 10-11 éves korig, akkor a gyerek nem jön edzésre. Ha lehozza, már pedig hála Istennek a lelkesek még a szülők 10-11 éves korig, 12 éves korig, akkor gyerek itt van edzésre, jár edzésre, fejlődik, és hát ha ennek egy 5-6 év múlva eredménye lesz. Ugye Erzsébet sajátos helyzetben van, hiszen van ez a focisuli, van az ESMTK, egy 110 éves múlta rendelkező patinás egyesület, amelynek szintén van labdarúgó szakosztálya, utánpótlás nevelése. Itt voltak éppen van valamiféle rivalizálás, vagy virágozzék 100-szál virág?
Hát rivalizálása semmiképpen nincsen, egyrészt az miatt, hogy a 100-valahány éves klubban nem is lehet versenyezni, ugye mi 5-6 éves klub vagyunk, tehát ugye mi ilyen szempontból kis cipőbe, fiatal cipőbe járunk. Nálunk igazából az van, hogy ez egy jó kis családi légkör van, ez egy kisebb klub, mindenki ismer mindenkit, szülők, gyermekek, mindenki barát mindenkivel, igazából itt a mi kis klubszintünkön erről szól, nyilván valakibe, mint kis klub, ettől függetlenül ugyanúgy képezzük őket, szakmailag hozzáértő edzők vannak, ugyanúgy képezzük, és valaki olyan kiugró teljesítménye van, hogy nem egy kis klubba való, akkor azt úgyis megy tovább. Aki meg ide való egy kis klub szinten, az meg játszon akár a Puebla focisuliba, akár játszon az SMTK, most ő is ugye azt hiszem NB3-assal felnőtt csapata, akiben meg NB1-es ambíció van, azok meg menjenek NB1-es klubokhoz, akadémiákhoz a gyerekek, tehát ennek nem szabad akadályt gördíteni. Sokszor egyébként én azt gondolom, hogy ez is a baj, hogy a kisebb klubok hagyják, hogy a kicsinek ne nálam maradjon, hogy eredményünk legyen, de itt annak kellene lenni a célnak, hogy a jó, az játszon a jók között. Aki kicsit gyengébb, vagy kevésbé ügyes, az meg játszon a kevésbé ügyesek között, és akkor viszonylag jó mérkőzések vannak, mint ahogy itt is látszik a mai tornánkon.